Nemzeti Gyásznap. Az 1956-os forradalom kulcsfontosságú eseményére emlékeztek. Influenza szezon előtt. Elérhetők a térítésmentes vakcinák a házi orvosoknál. Bajai LC harta ese 1-5. Súlyos vereséget szenvedtek a bajaiak hazai pályán. Kedves nézőink, köszöntöm Önöket! November 6-a hétfő van, a Bajai Televízióban kezdődik a híradó. Az 1956-os szabadságharc mártírjaira emlékeztek a Tűr István Múzeum és Bácskai Művelődési Központ és Baja megyei jogú város önkormányzatának ünnepségén. A november 4-i események nem csak a forradalom végkimenetelét pecsételték meg, hanem a mai magyar emberek sorsát is, ezért Magyarország kormánya ezt a napot Nemzeti Gyász Emléknappá nyilvánította 2013-ban. Az 1956-os forradalom mártírjainak és a szabadságharc megtorlásának áldozatainak megemlékezésére gyűltek össze a megjelentek a Tűr István Múzeum előadó termében november 4-én szombaton a Nemzeti Gyász Emléknapja alkalmából. A résztvevőket N. Kovács Szita intézményvezető köszöntötte. A megemlékezést Kordé Nóra, Ismét elnyomás, szolgasors lett osztályrészünk című előadása nyitotta. Én úgy gondolom, hogy november 4-e nem csak egy nap története. Tehát ott akkor, ami elkezdődött, az egy nagyon szomorú eseménysorozat, és annak a folytatása sajnos az, amikor azt a sok forradalmárt szabadságharcost, azt számon kérik, felelősségre vonják, tehát megindul a megtorlás folyamata. És úgy gondoltam, hogy ezt mindenképpen belevenném az előadásomba, mert hogy ez enélkül talán nem kerek. Hozzátette, fontosnak tartja, hogy ne csak azokra emlékezzünk, akik elestek a harcok során, hanem azokra is, akik ugyan nem haltak meg, de a következmények áldozatai lettek. A forradalom a mai emberek életére is hatással van, ugyanis még napjainkban is számos olyan család él, akiknek el kellett szenvedniük a megtorlást, tette hozzá. Szél Péter alpolgármester úgy fogalmazott, fontos, hogy emlékezzünk a hősökre. Azt hiszem, hogy azok a fiatalok, akik akkor életüket áldozták, azok a mai Magyarországért is tették mindezt, és nagyon remélem, hogy az életünk, sorsunk és Magyarország jövője úgy alakul, hogy ez az áldozat ne tűnjön hiába valónak. A résztvevők az előadás után közösen gyújtottak gyertyát a Déri kertben, az 1956-os szabadságharc emlékműjénél. Az ellenforradalmi cselekmények miatt közel 13 ezer embert vontak felelősségre, közülük pedig 199 esetben hajtották végre a halálos ítéleteket. Meghosszabbították a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj beadási határidejét. Az országos pályázatot minden évben meghirdetik a végzős középiskolás diákok és az egyetemi vagy főiskolai hallgatók számára. Az idei esztendőben eredetileg november 3-áig kellett leadni a jelentkezéseket, a Kulturális és Innovációs Minisztérium azonban úgy döntött, módosít a határidőn, így a támogatásra jogosultaknak november 7-éig kell benyújtaniuk a pályázatot. Tájékoztatott dr. Papp Zoltán, Baja megyei jogú városi jegyzője. Jelentkezni a kitöltött űrlappal lehet, amelyet a Bajai Önkormányzat weboldalán érhetnek el az érdeklődők. Az ország minden részére kiszállították azt a közel 950 ezer adag influenza elleni védőoltást, amely a kockázati csoportba tartozók számára térítésmentesen lesz elérhető a házi orvosoknál. Bár még nincs influenza szezon, érdemes már most beadatni a vakcinát a szakértők szerint, különösen a 60 évnél idősebbeknek, illetve a krónikus betegségben szenvedőknek. Kell a védőoltás. Szűk szavúan csak ennyit válaszolt dr. Maros Zoltán bajai házi orvos egyik páciense arra a kérdésre, miért volt számára egyértelmű, hogy beadatja az influenza elleni védőoltást. Az idősebb férfi annyit fűzött ehhez hozzá, hogy a súlyos kórházi ellátást igénylő megbetegedés megelőzése céljából évek óta beoltatja magát influenza ellen. A karja fertőtlenítését követően meg is kapta a védőoltást házi orvosától. Aznap ő volt a harmadik oltást igénylő
páciens. Összesen 100 darab ampulla érkezett dr. Maros Zoltánhoz, amiből jelenleg 70 darab áll még rendelkezésre. A többit beadta annak, aki kérte. Azt mondja, a kockázati csoportba tartozók számára mindenképp ajánlja a védőoltást felvenni, nem csak azért, mert számukra idén is ingyenesen biztosítja a kormány a védőoltást. Kiemelte, az oltással megelőzhetőek a súlyosabb szövődmények, vagy éppen a vírusos tüdőgyulladás, ami akár halállal is végződhet. Mindenképpen tanácsolom azoknak, akiknek bármilyen légzőszervi betegsége van, krónikus betegségek, stroke, infarktus, bélbetegségek, 60 éves kort meghaladó életkor esetén, terhes nőknek, vagy terhességet tervezőknek. Maga a vírus nem fog bejutni a placentán keresztül a magzatba, tehát közvetlenül nem fogja támadni a babát, de a láz, ami a vírussal együtt jár, és ez magas lázzal jár együtt, az viszont a babát kifejezetten károsíthatja. Dr. Maros Zoltán úgy becsüli, egy hónap múlva robban be az influenza járvány. Mivel 2 hét kell a védettség kialakulásához, ezért azt javasolja, hogy aki szeretné beoltatni magát, most jelezze házi orvosának. Az influenza vakcina beadatása azoknak is ajánlott, akik nem jogosultak térítésmentes védőoltásra. Számukra az oltóanyag orvosi vényre a gyógyszertárban megvásárolható. A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján felelhető adatok szerint október 23-a és 29-e között Bács-Kiskun vármegyében több mint 100-an, az országban több mint 13 ezeren fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. Novemberben különleges fogásokkal várják az éttermek a vendégeket. Márton naphoz kapcsolódva sok helyen készülnek a szokásostól eltérő kacsa és liba sülttel, egyes vendéglátóegységekben pedig egész menüsort állítanak össze a jeles nap alkalmából. November 11-én nem csak az étkezdékben kerül előtérbe Szent Márton, a hagyományok szerint ilyenkor tartják a lámpionos felvonulásokat, amikor a gyerekek rövid műsor keretében idézik meg a néhai püspök alakját. Krisztus után 316-ban a Római Birodalom Pannonia tartományának Szavária nevű városában született Szent Márton. A feljegyzések szerint a római császárt szolgáló katona egy hideg téli estén ráterítette köpenyének egy darabját egy nélkülöző koldusra, majd álmában megjelent Jézus, ennek hatására megkeresztelkedett. Misszionáriusként a pogányok megtérítését tűzte ki célul, 361-ben pedig megalapította az első szerzetes kolostort. Ő az első olyan szent, aki véráldozat nélkül vívta ki az egyház tiszteletét, mondta Binszki József, a belvárosi templom plébánosa. A szeretetnek az egyik nagy szentje. Ugye szeretetnek több nagy szentjét említhetnénk, közeledik is például Szent Erzsébetnek, Árpádházi Erzsébetnek az ünnepe, de Márton is egy ilyen személyiség volt, aki nagyon sokat tett a szegény népért, püspök korában ugye megkeresztelkedett, édesapja nem nagyon nézte ezt jó szemmel, édesapja soha nem tért át keresztény hitre, katonatisztként megmaradt az ősi római vallásoknál, viszont a fia, mikor nagykorú lett, akkor megkeresztelkedett. 371-ben a franciaországi Tour püspökének akarták megválasztani, Szent Márton azonban tiltakozott a felkérés ellen. A legenda szerint egy libaolban próbált elrejtőzni, az állatok gágogása azonban elárulta, így végül eleget tett az egyház akaratának. Számos hiedelem és népszokás kapcsolódik a néhai püspök napjához. A vendéglátó egységek november 11-én kacsa és liba különlegességekkel készülnek az ínyenceknek. Az egyik bajai étteremben egy komplett menüsorral várják a betérőket a hétvégén. Igyekeztünk minden ételbe, tehát előétel, leves, főétel és desszertbe is valami mártonnapi libás finomságot összeállítani, tehát lesz libamájból készült ételünk, lesz libából készült levesünk, nyilvánvalóan főételként is, tehát libacomb, illetve kacsacombbal is készülünk, illetve a desszert, hát az nem teljesen libás, de madár tejszelettel készülünk a vendégeknek. A szombati napon egy különleges zenei élménnyel is készülnek az érdeklődőknek. Egy bajai formáció ad koncertet a szállóban. Andor Kodóra hozzátette, érdemes asztalt foglalni a gasztronómiai rendezvényre, a regisztrációkor pedig a rendelést is le lehet adni, így a korlátozott számban elérhető fogásokat is biztosan megkóstolhatják a vendégek. A héten a városban is megidézik Szent Márton alakját.
több intézményben meghirdetik a lámpás felvonulást, amely keretében az óvodás és iskolás gyerekek kézzel készített lampionokkal járják körbe az utcákat, hogy felelevenítsék a néhai püspök legismertebb tetteit. Kátyúzási munkálatokat végez a Magyar Közút november 6-án és 7-én Baján a Tűr István Dunahídon, közölte a vállalat. A munkálatok idejére a hídra vezető útszakaszon a közutasok irányítása mellett félpályán halad a forgalom. Ezzel párhuzamosan a közút munkatársai a héten a vihar okozta károkat számolják fel, esetleges útakadályokat szüntetnek meg, letört ágakat aprítanak. A hétvége felé a hófogó háló kihelyezését is elkezdik. Nem csak a vélemények, a statisztikák is megoszlanak arra vonatkozóan, hogy hogyan teljesít jelenleg a hazai turizmus. Országosan sem egyértelmű, de a városban is eltérőek a tapasztalatok a forgalom tekintetében, amelyet a foglalási, illetve utazási szokások átalakulása is indokolhat. Az utóbbi időszakban nehezen lehet nyomon követni a hazai turizmus alakulását, ugyanis míg egyes cikkek a turisztika felendülését tárgyalják, addig mások szerint visszafogottan teljesít az ágazat. Utána jártunk, hogy a bajai szállásadók milyen forgalomról tudnak beszámolni az idei évet tekintve. Baja egyik legnépszerűbb szálláshelyének tulajdonosa a híradónknak úgy nyilatkozott, az eddigiekhez képest idén már jóval kiegyensúlyozottabb évet zártak. Tehát gyakorlatilag visszatértünk a Covid előtti időszaknak a szezonalitásához. Ami szembetűnőbb és ami változás van, az az, hogy a Covid óta a foglalási szokások olyan módon megváltoztak, hogy amíg régen én már nyáron a szilveszter, illetve a karácsony csomagokat kellett megírjam, mert már akkor érdeklődés volt rá, most ez megváltozott, gyakorlatilag november-decembernél előbb nem kérdeznek rá a szilveszteri csomagokra. Halmosi Judit hozzátette. Bár úgy látja, hogy az emberek nem mernek előre gondolkodni, az év végére vonatkozóan is bizakodóak. Schäfer Andrea egyelőre még várja a pontos adatokat. A Bajai Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője szerint, bár a forgalom tekintetében a július és az augusztus erősnek bizonyult, és az egyéni turisták száma is jó arányt mutat, idén mégis kevesebb látogató érkezett. A Petőfi-szigeten található szállóban pedig már megkezdődött a téli leállás. Mivel tavaly az ősz folyamán emelkedtek a rezsijárak, már tavaly is meghoztuk azt a döntést a napsugárszállóval kapcsolatban, hogy bezárunk a téli időszakra. Ez így fog történni az idei évben is, vagyis már meg is történt. Már október közepén, ahogy hivatalosan a fűtés szezon elindult, akkor a B-épületünket teljesen leállítottuk, és ezt tettük most meg a főépületünkkel is. Tehát gyakorlatilag a hétvégén volt még egy kisebb létszámú csoportunk, őket még fogadtuk, és akkor a mai nappal már leálltunk. Schäfer Andrea hozzátette, egyedül az étterem működik, a többi intézményben ismét a karbantartás kerül előtérbe az elkövetkezendő hónapokban, illetve amennyiben lehetőségük van rá, idén folytatják majd a tavaly megkezdett felújítási munkálatokat a szálló épületében. Nem alakult jól a hétvége a Bajai LC számára. A rangadónak beharangozott szombati találkozón 5-1-es vereséget szenvedtek a Harta együttesétől. A foci csapat legközelebb november 11-én Lajos Mizséről hozhatja el a 3 pontot. Hétvégén rendezték a Vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság 13. fordulóját. A Bajai LC gárdája a Harta első együttesét fogadta szombaton a Vasváriban. A tabellán azonos ponttal álló csapatok rangadója rögtön egy kihagyott hazai helyzettel indult, azonban a vendégek gyorsan átvették az irányítást, és fél óra elteltével már 3-0-ra vezettek. A második félidőben egy hartai öngóllal sikerült a bajaiaknak szépíteni, azonban ez sem adott lendületet labdarúgóinknak, és Ivacs Gábor révén még 2 gólnak örülhetett a vendégegyüttes. Nagyon csalódottak vagyunk, egyáltalán nem erre számítottunk. 5-1-es hazai vereségre nem is emlékszem itt az elmúlt időkből. Nagyon gyengén játszottunk, enerváltan igazából az elején megvolt, mindjárt 20 másodperc után kapusa voltunk szembe, kihagytuk. Aztán 1-0-nál, mindjárt berúgták az első helyzetüket, 1-0-nál megint kapusa voltunk szembe, kihagytuk. És ezután már az egész mérkőzésre igaz volt, hogy egyszerűen nem tudtunk mit kezdeni a Hartával.
a lehetőségeinkkel nem éltünk, és hátul pedig nagyon szellősen védekeztünk. A Hartaiak játékos edzője a korábbi NB1-es labdarúgó Csehi Tamás, akit meglepett csapata bajai teljesítménye, hiszen az őszi szezon eddig nem úgy alakult együttese számára, ahogy azt előzetesen elvárták. Én azt gondolom, hogy ugye ugyanabban a cipőben jártunk, mint a Baja, ugye tavaly jobban szerepeltünk, mint most, ugye a kupában is mi tovább mentünk, ugye a Baja is. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól álltak hozzá a srácok már múlt héten is a mérkőzéshez, ugye, és ugye én azt egy gát átszakadt, én azt gondolom bennük, mert mindig görcsösen fociztunk ebbe az őszi szezonban, nem értettem, hogy miért, mert jó játékosok alkotják a csapatot, de én azt gondolom, én nagyon boldog vagyok, és tényleg megérdemelten, még ha ilyen különbséggel is nyertünk, és nagy gratuláció a csapatnak. A Bajai LC-re a következő körben szintén nehéz mérkőzés vár. Labdarúgóink november 11-én szombaton a tabella 4. helyén álló Lajos Mizsei VLC-hez látogatnak. A találkozó 13:30-kor kezdődik a Lázár Bence Lajos Mizsei labdarúgó sportcentrumban. Következzen most egy összefoglaló a mai tartalomból. Nemzeti gyásznap. Az 1956-os forradalom kulcsfontosságú eseményére emlékeztek. Influenza szezon előtt. Elérhetők a térítésmentes vakcinák a házi orvosoknál. Bajai LC harta ese 1-5. Súlyos vereséget szenvedtek a bajaiak hazai pályán. Kedves nézőink, hétfő esti híradónk végére értünk, hátra van még az időjárás és vízállás jelentés, friss összeállítással pedig holnap este 6 órakor jelentkezünk ismét. A műsort készítő kollégák nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden reggel a ködés a réteg felhőzet megritkul, de az északi középhegység, a Dunakanyar és a főváros térségében tartósan borult, párás, helyenként ködös maradhat az idő. Közben délfelől vastagabb felhőzet érkezik. Főként délutántól egyre több helyen lehet eső, zápor, sőt helyenként zivatar is kialakulhat. Az észak-alföldön kevés helyen megélénkül a délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul, azonban a tartósan borult, párás, ködös részeken ennél néhány fokkal hidegebb maradhat a levegő.